Közel 50-en járnak rendszeresen edzésre az NVSC Big Boxing termébe, közülük 26-an rendelkeznek versenyzői engedéllyel. Nagy Lajos vezetőedző szerint a 2015-ös esztendőben szereplésük némileg elmaradt a várakozástól, annak ellenére, hogy tucatnyi érmet szereztek az országos bajnokságokon. Hoztunk lényegében a bajnokságokról minden színű éremből. A legeredményesebb a Kovács Ricsi volt, aki megnyerte az ifjúsági bajnokságot 60 kg-ban. Európa-bajnokság, közvetlenül utána Európa-bajnokság volt, ahol két nyert meccsel ötödik helyezést ért el. Elég csúnyán elmeszelték, mondhatom így, a későbbi bajnoktól kapott ki lényegében, de szerintem igazságtalan, de nem csak szerintem. Illetve volt még egy ifi ezüstérmünk, a Moldoványi Bence, a lányok pedig 10 érmet hoztak, tehát talán felsorolni sem tudnám most így hirtelen fejből. A felnőttek között kiemelném a Korsmáros Mercit, aki két nyert meccsel lett ezüstérmes. A Nagy Kittit szintén elmeszelték, a Kovács Klára megint csak áldozata lett a bírói tévedésnek, nevezzük tévedésnek. Serdülő lányok nagyon jól teljesítettek, elhoztuk a csapat elsőbséget is a serdülő lányokkal, illetve junior ifiben is hoztunk ezüst meg bronzérmeket is. Az edzőként az utánpótlás korúakkal foglalkozó, profiként versenyző Nagy Lajos Márk mindössze egy meccset vívott az idén, azon viszont megszerezte a magyar bajnoki címet a 25 esztendős boxoló. A térdemmel voltam sérült, és emiatt nem igazán tudtam futni, és igazából csak erősíteni tudtam. És szeptemberben már sikerült összehozni a címmérkőzést, ami már igazából elmaradt kétszer. Egyszer az ellenfél hibájából, úgymond, utána pedig ugye az én sérülésem miatt. Igazából magyar bajnokként tudom zárni az évet, úgyhogy szerintem ez a legfőbb dolog. Nagy Lajos negatívumként említette, hogy a szakosztálynak már második éve nincs felnőtt versenyzője. Nem tudunk felnőtt versenyzőket megtartani. Felnőtt versenyzőknek már fizetést kell biztosítani, a megélhetésüket. Arra mi nem vagyunk képesek, tehát a gazdasági helyzetünk nem engedi meg. Ilyen egyszerű, ugye. Aki volt két éve felnőtt magyar bajnokunk, Szilvai László, pont anyagi okok miatt utazott és feligazolt Budapestre. Az ünnepek alatti rövid pihenőt követően a nyíregyházi bunyósok elkezdik a felkészülést a 2016-os szezonra, amelyben az idei évhez képest szeretne előrelépni a szakosztály.